Győrben a Honvédligetben kezdődött a városi ünnepség. Itt Borkai Zsolt polgármester úgy fogalmazott, a március 15-i események olyan történelmi mozzanatok voltak, amelyek nem csak a magyar nemzetnek, de egész Európának muníciót adtak a szabadság iránti cselekvés mezején. A hősöket pedig akkor is ünnepeltük, amikor a szabadságharc leverése után erre nem lett volna lehetőség. Magyar leleményességünket mi sem mutatja jobban, mint hogy mindig, minden időben megtaláltuk a módját, hogy méltóképpen továbbvigyük nagy elődeink örökségét, átadjuk gyermekeinknek, unokáinknak a megélt pillanatokat. Az 1848-49-es események talán éppen a tiltásnak köszönhetően nemhogy feledésbe merültek volna, szájról szájra, dalról dalra, nemzedékről nemzedékre terjedtek. Simon Róbert Balázs, a város alpolgármestere emlékező beszédében arról beszélt, mennyivel több dolog köt össze bennünket, magyarokat, mint amennyi szétválaszt. Őseink meglehetősen erős fából faragták azt a nagy asztalt, amelyet körül kellene ülnünk. Nagynak is faragták, és szélesnek is. Mindenkinek jut körülötte hely. Emelje ez föl lelkeinket, hogy mi vagyunk a lámpafény. Írja Petőfi 1849. januárjában. Többes szám első szemét használ, pedig ha valaki, ő pontosan tudta, hogy az egészet alkotó mi mögött és azon belül mennyi egyedi van. Ezer és tízezer ismert vagy ismeretlen sors, és mennyi konfliktus, személyes ellentét és gondolkodásbéli különbség. Mégis azt mondja, mi. Mert úgy tűnik, hogy 166 évvel ezelőtt a létező és néha robbanásig feszülő ellentétek a háttérbe szorultak. Az ünnepi műsorban Nagy Balázs és Fejszés Attila, a Győri Nemzeti Színház művészei, valamint az Apor Vilmos Katolikus Iskola Központ énekkarának előadását hallgathatták meg az érdeklődők. Ismét magyar lett a magyar. Bilincsét összetörte, mint ősszel a száraz levél, csörögve hull a földre. Ismét magyar lett a magyar, kardot ragadt kezébe, kardján a napsugár ragyog, s a bátorság szemébe. A megemlékezés végén az ünneplők koszorúkat helyeztek el az 1848-as szabadságharc emlékművénél. Ezt a harcban elesett honvédek tiszteletére a 19. század végén építették, a turul emlékművet pedig Kossuth Lajos születésének századik évfordulójára 1902-ben emelték.